Üdvözlöm a nézőket! A mai napon húsvét alkalmából fogunk elkészíteni egy hidegtálat, aminek az alapanyagjai a következőek. Az elkészítéséhez kétfajta sonkát fogunk használni, hagyományos házi sonkát és prosuttót, ami egy olasz sonkafajta, ementáli sajtot és kamambertot fogunk hozzá használni, továbbá mozzarellát fogunk hozzá használni, természetesen tojás, és dekorálni fogjuk paprikával, paradicsommal és friss madársalátával. Első lépésként pár szelet csonkával megalapozzunk a tálunkat, majd elvágjuk a tojást negyedekre, és szintén ráhelyezzük a tálunkra. A sajtot többféleképpen tudjuk hozzáadni, most én így össze fogom göngyölni, aminek a trükkje csak annyi volt, hogy bevágtam az elején az egyik sarkát, és utána így fel is lehet tekerni. Most pedig pár szelet kamambertot is vágunk rá. Hát lehet ilyen háromszögekre is akár, vagy ahogy nekünk megfelel, én most pont háromszögekre vágom. Következő lépésnek prosuttót fogunk hozzáadni a tálunkhoz, amit csak így simán fölgöngyölve fogunk ráhelyezni, szintén csak egy pár szeletet. Következő sajtunk a mozzarella lesz, amit csak így rászeletelünk. Jöhet a dekoráció, amihez madársalátát fogunk használni, továbbá paprikát, pár szeletet ráhalmozunk, színesebbé tegye a tálunkat, és látványban is megnyerő legyen. Majd befejezésképpen pár szelet koktérparadicsmot is hozzáadunk. Elkészült az étel, jó étvágyat kívánok hozzá!